Ez az orosz-ukrán háború a világ nagy része számára, tehát a világon élő milliárdoknak számára, a nagy része számára egy érdektelen regionális konfliktus. A mi szempontunkból rendkívül fontos, mert hozzánk nagyon közel van. Na de én pont a mi szempontokból kérdezem, hogy hol ment el az idő mellettünk? Tehát, hogy ezt te hogy egyáltalán, te hogy látod, hogy rossz helyzetben van Európa? De szerintem ez természetes. Én nekem ez is egy, ez meg a Lánci Tamással volt egy vitám. Jaj, Európa-nak a szelete a világgazdaságban, Orbán Balázsnak is van egy grafikonja, írta ezt a, nagyon fura volt az egésznek az ilyen, ez az Orbán Balázsizmus maga, hogy a miniszterelnök vacsorán, valami tízvacsorán elmondott szavaiból összeállított szöveg, amit amúgy ő írt, tehát nem tudjuk, hogy ez a miniszterelnök álláspontja, vagy Orbán Balázs, tök mindegy. Tehát ebben a szövegben van egy grafikon berakva a Mandineren, ahol mutatják, hogy melyik gazdasági térségnek 2050-ig a predikció alapján, hogy predikciók alapján, hogy változik a gazdasági súlya. És ilyen hüledezés van a magyar jobb oldalon, hogy jaj, hát Indonéziának a... De ez szerintem nem csak a magyar jobb oldalon van, hanem egész Európában a hüledezés van, hogy jé, elment mellettünk az idő. De hát ez természetes, bocsánat. Hát aki, én földrajzot tanultam, a nagysága egy országnak, a népessége, meg a benne lévő természeti kincsek határozzák meg a gazdasági erőt. Melyikben is vagyunk mi az első? Jó, de itt van Európa, itt vagyunk évezredek óta. Eddig, a kínaiak is évezredek igen, óta de vannak, meg az indus-völgyi civilizáció és mondjuk, is. Igen, csak ha megnézzük a, mondjuk az elmúlt évszázadokban, akkor mégiscsak Európa volt az origó. Igen, de ez egy történelmen kívüli speciális idő volt a kolonializmus, ahol 1492 miatt, meg a felfedezések miatt Európa tudta uralni a globuszt. Ez egy pillanat volt. Jó, de mégis csak mi voltunk a, most én nem értek ezzel egyet, de mégiscsak mi voltunk a gyarmat tartó országok. Na és ebben szeretnék mindenkit kijavítani, és ez egy nagyon nagy hibánk. Nem mi voltunk. Én, meg a én felmenőim abban az időben a orosz birodalom nyugati részén lévő Stettlben nem voltak a gyarmattartók. Tehát mi nem részesültünk ebből. Ebből, hogy Nyugat-Európa kolonizálta a világot, nem részesült Kelet-Európa érdemben. Ez emiatt a hollandok élnek jól, meg a belgák, meg a hanzavárosi németek. A spanyolok miért nem élnek jól? A spanyolok is jól élnek. Hát azért annyira nem élnek jól, mint mondjuk a belgák. Azért nem, mert nem annyira nem érnek jól, meg utána voltak, és be lehet menni abba a vitába, amit sokan állítanak, hogy de a 19. század második felében a osztrák-magyar monarchia gazdasági fellendülésének is milyen köze volt a gyarmattartáshoz, valamilyen biztos volt. Spanyolország is rettentő nagy vagyonokat halmozott fel Dél-Amerikából, csak egy idő után Nagy-Britannia átvette a többi gyarmatot, azok meg függetlenedtek, tehát ott hamarabb lett vége, mint máshol, de ennek ellenére az nem egy normális dolog a világon, hogy Hollandiának nagyobb beleszólása van a világgazdasági folyamatokban, mint Indonéziának a volt gyarmatának. Indonéziában nagyságrendekkel több ember él, tehát az lesz a normális, hogyha Indonézia nagyobb arányba tud beleszólni, mint Hollandia. Ez a norma. Igen, csak értem, csak ettől függetlenül volt egy ilyen alapgondolatunk, hogy Európából származik a tudás, itt telepedett meg a civilizáció, most tudom, hogy ilyen nagyon felszínesen fogalmazom meg, de mégiscsak voltak ezek a kellemes alapvetéseink, és azért, hogyha elmentünk Indonéziába, én mondjuk jártam ott, akkor nem gondoltam azt, hogy majd egyszer ők jobban fognak élni, mint akár mi Magyarországon. Amúgy nem gondolom, hogy jobban fognak élni az indonézek 2050-re, amiről ez a grafikon szólt, mint a hollandok. Szerintem a hollandoknak úgyis magasabb lesz a XY Hollandnak az életszínvonala, hanem Indonézia, mint országnak a gazdasági befolyása lesz nagyobb, mint Hollandia országnak. Amivel nincs baj. És itt még egy dolgot mondanék, hogy én nemrég elkezdtem kelet-ázsiai irodalmat olvasni, ez az új dolog, amit csinálok. Van egy amúgy Amerikába kivándorol, tehát Amerikában író, de kínai konzulnak készülsz? Nem, Kína, soha. Kínai nő, Yi Yun Li, akinek olvasom a novellás köteteit. Tehát én értem, hogy mi azt gondoljuk, hogy az érzelmek, a cizellált gondolkodás és a nagy alkotások azok Európa sajátjai, de ez egy rendkívül szűklátókörű gondolat. Tehát aki nem gondolja azt, hogy ezeknek a hatalmas, ugyanannyi ideje létező civilizációknak, mint India, Kína, vagy amúgy Afrikának bizonyos részei, ezeken nincsenek hatalmas kulturális teljesítmények, az szerintem annak nincs igaza. És én, ha már Torockai Lászlóról beszélünk, ez a
ő szokta mondani, hogy védjük meg az északi civilizációt. Először is én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezek kik lehetnek az északiak. Tehát ha itt arról beszél, hogy a északi féltekén élő emberek, sem teljesen értem, mert mondjuk például a kínaiak is az nagy részt az északi féltekén. Én mindegy, nem akarok ilyen részletekbe belemenni, de azért ez, hogy minden, ami jó, az európai felvilágosodásból jön, és semmilyen más dolog gondolat, semmilyen más társadalomszervezés, semmilyen más gondolat nem jó, én ezt nem tartom a magaménak egyszerűen. Közben jött egy ilyen hozzászólás, szerintem érdekes kérdés, hogy miért lenne természetes, hogy Európa... Az aszályról elfeledkeztünk. Igen, közben. De még azért visszatérünk rá. Egyébként tudom, hogy kapcsolom el. Miért lenne természetes, hogy Európa gazdasági részesedése a világból a 35%-ról lement a 17%-ra? Hát mert Európa népessége, a világ népességét tekintve hasonló arányban csökken. De akkor a népesség csökkenés az egyenlő a gazdasági teljesítmény csökkenésével? Mert azért ez eddig fordítva volt. Ez részben fordítva volt. Nem. Tehát, mindig azt halltuk, hogy azért van Kína gazdasági nehézségben, mert sokan vannak leegyszerűsítve. Igen, erről van egy nagyon jó kínai történet, ha már beszéltünk erről, milyen kínai történetek vannak, hogy működik a kommunizmusban, mindenhol ugyanúgy. Volt egy ember, egy demográfus, aki elmondta, hogy az egy gyermek kínai családpolitika az hatalmas problémákat fog okozni. Elvitték a koncentrációs táborba, bezárták, egy 30 évet volt börtönben, ahol elhunyt, majd a halála után 2 évvel kitüntették posthumusz, hogy amúgy mindenben igaza volt, ez csak a kommunizmusról egy szép mese, visszatérve. Tehát azért természetes, mert Európa ezt a méretéhez és a népességnek a számához képest kiugró gazdasági részesedést azzal teremtette meg, hogy gyarmatosította a világ többi részét. A gyarmatosításnak a második világháborút követően részben az Egyesült Államok, részben a Szovjetunió miatt vége szakadt. Ebből adódóan Európa már nem fog ezen a saját arányán túlmenően részesedni a világgazdaságból. De térjünk rá az aszályra. Na akkor még azért az aszályt egy kicsit toljuk, mert hogy szeretnék majd beszélni a nemzetközi zöld beruházásokról, és szerintem annak kapcsán akár az aszály kérdését is említhetjük. De előtte beszéljünk Magyarországnak a NATO-tagságáról, hiszen ha már említettük azt, hogy a NATO hogyan alakította át a mi akár hamis illúzióinkat, akkor az egy érdekes kérdés. Ugye te egy olyan pártnak vagy most a vezetője, aminek az alapítója Schiffer András azért mégiscsak kifejezetten a NATO tagság ellenérvelt már a csatlakozás idején is. Így van. Te hogy látod a NATO tagság kérdését? Bár Schiffer András az alapítója pártnak, aki így érvelt, a párt maga az LMP soha nem volt NATO ellenes. Még akkor sem, amikor ő vezette. Aki a NATO tagságunkat ellenzi, az egy álomvilágban él. Aki szerint a magyar érdekérvényesítést föl kell áldozni különböző moralizálások, meg egyrészt másrészt jellegű ilyen intellektuálisnak tűnő érveknek az oltárán, az szerintem nem felelős honatja, vagy honanya, vagy honszülő. Oké. Okay. Szóval azt gondolom, hogy nincs alternatívája a NATO tagságunknak. A semlegesség sem az? Tehát a semlegesség akkor lehet a valóságban. Nem a könyvekben, meg nem a ilyen virágmezőn rohangáló könyökvédős hippik világában, hanem a valóságban. A semlegesség akkor lehet, ha az egy két nagyhatalom közötti geopolitikai kompromisszum, hogy vagy azért, mint a második világháborúban, hogy mindenki tudjon acélt venni, Svédország semleges, vagy azért, mert ez a hidegháborús kompromisszum, Finnország semleges, vagy azért, hogy mindenki le tudja a fekete pénzét helyezni, Svájc semleges, hogyha nincs egy nagy geopolitikai kompromisszum a nagy hatalmak között, akkor egy ország nem tud semleges lenni. Magyarország esetében nincs ilyen kompromisszum, tehát nem tud semleges lenni, és nincs a magyar érdekszférát valójában látó ember Orbán Viktortól Gyurcsány Ferencig, aki ezt ne így gondolná. És hogyha valamiben ez a két ember egyetért, akkor szerintem fölmerül a kérdés, hogy ennek mi lehet az oka. Ugye azt látjuk, hogy a NATO tagságban a kormány és talán a Mi Hazánk mozgalmat leszámítva, mert még ők sem mondják azt, hogy a NATO-ból ki kéne lépni, hanem hogy a népszavazásra kéne bocsájtani ezt a kérdést, hogy ez mennyire veszélyes dolog, arról majd, ha lesz személyes vita, talán beszélhetünk is, de hogy viszont én szavaztattam időnként itt az ultrahangon is, hogy milyen a bizalom a NATO iránt, és hát nem túl jó. És az a kérdés, hogy vajon miközben elvileg a NATO egy védelmi szervezet, és annak
arra kéne gondolnunk, hogy ha baj van, akkor mégiscsak jönnek és megvédenek minket. Azért azt láthatjuk, hogy mintha nem lenne teljes a bizalom a NATO-ban. Egyébként, ha ugye minden adásban szoktunk szavazást csinálni, akkor lehet, hogy most azt a kérdést tenném fel, hogy meg tudná-e védeni a NATO Magyarországot, ha egyetértesz ezzel a kérdése, meg kíváncsi vagyok. Nem tudtam, hogy kell a konszenzusom, de hát nem, hogy azt mondd, hogy valami olyan manipulatív hogy kérdést, meg tudná-e védeni a NATO Magyarországot egy esetleges külső támadás esetén, és hát kíváncsi vagyok, akkor mostantól lehet szavazni, hogy mit mondanak erre az emberek, hogy szerinted miért nincs meg a bizalmi tőke a NATO irán, vagy miért nincs meg a... Szerintem a magyar emberek rendkívül jól, vagy a hallgatók rendkívül jól, ne legyenek bizalommal. Nem azért vagyunk a NATO-nak a tagjai, mert ez érzelmi komfortot okoz, mert reggel fölkelünk, és mindig erre gondolunk, és elmosolyodunk, vagy ettől még a világ egy veszélyes hely. Mert jobb a NATO-ban benne lenni, mint nem benne lenni. Ez ennyi. Ez olyan, mint az Európai Uniós tagság. Nem azért kell az Európai Uniónak a tagjának lenni, mert nem történt még jobb dolog a világgal, mint az Európai Unió, hanem azért, mert az a magyar érdek, hogy benne legyünk, nem az, hogy ne legyünk benne. És a politikában a döntések ilyenek. A politikában nem olyanok a döntések, hogy mi az ideális egy akkora országban, mint Magyarországban, ami a évezredek óta a szláv meg a germán tenger között kell, hogy kialakítsa a saját függetlenségét, ott mindig azok a jó magyar politikusok, mindig azok érik el a magyar embereknek a legjobbat és a legnagyobb magyar önállóságot, akik reálisan állnak a dolgokhoz. Az erdélyi fejedelemség története tulajdonképpen a magyar reálpolitikai gógyinak egy ilyen hagiográfiája. Ezt egy kicsit még részletezhetnéd. Hogy hát, hogy például az erdélyi fejedelemség, ami megőrzött valamilyen magyar államiságot, és egy nagyon nehéz geopolitikai helyzetben, azért volt, mert a törököknek a érdekszférája, nem érdekszférája, a geopolitika meddig terjed, plusz a Habsburgok ezt a játékot mesterien játszották. Az egy mesteri geopolitikai realizmus volt. A mostani Orbáni geopolitikát nem ilyen realizmusnak látod? Szerintem vannak olyan részei, amik ebből jönnek, de szerintem rendkívül túlfutott. Mi a túlfutás benne? Egyedül maradtunk, Tibor. De nem az? Ahogy a Horn Gyula híres idézett. Lakossági fórum. Így van. Tehát egyedül maradtunk. Ez a baj. De nem az van, hogy valójában meg nem egyedül maradtunk, hanem nyitunk keletre is, nyugatra is, aztán meglátjuk. Nem. Kezdjük ott, én az egyedül maradt, a számomra a régióban való egyedülmaradást jelentette. Tehát az, hogy a V4-et föláldoztuk az orosz együttműködés oltárán, szerintem nem egy morális, én ezt nem morálisan mondom, az egy stratégiai hiba. De szerinted itt az van, hogy az orosz területen tök össze vagyunk veszve a V4-ekkel, de gazdasági, meg más területeken, vagy akár Európai Uniós vitában, meg mégiscsak a lengyelekkel közösen lobbizunk, vagy itt mindenhol most baj? Lengyelországnak az a lengyel politika, és ez most egy olyan kormánynak a politikáról beszélek, amivel én ideológilag semmibe, Orbán Viktor mondjuk kb. Mindenben egyetért. Tehát itt azért nem én vagyok az, akinek nekik a prókátorának kéne lennem. Őnekik az az állításuk, hogy Lengyelország mindig akkor járt rosszul, amikor a németek meg az oroszok összefogtak. Erre az első számú bizonyíték az az úgynevezett történelem, ami egy párszor igazolta ezt az állítást. Egy elég fontos zárójelet nyitnék, hogy nekünk se jelentett eddig sok jót, amikor a németek meg az oroszok összefogtak. Legutoljára a Molotov-Ribbentrop-paktumot jelentette, ami nem feltétlenül volt jó Magyarországnak. Ezért, mivel hogy ők megpróbálják ezt elkerülni, ezért az Egyesült Államok érdekei mögé bújva megpróbálják lándzsaként széttörni ezt a német-orosz megegyezésnek a lehetőségét. Most ezért csinálják, amit csinálnak. Tehát amikor a jobboldali hallgatói ennek a műsornak a Mandineren látják, hogy a lengyel miniszterelnök Morawiecki 2. valami ukrán párti állítást, akkor ne azt írják oda, hogy ezt is megvette a háttérhatalom. Lehet azt az embert nem kedvelni, nagyon sok mindenért tudom nem kedvelni, de a lengyel érdeket nézve ő azért mondja, ami jelen esetben egyezik a magyarral, mert minden, ami elodázza azt, hogy a németek meg az oroszok összeálljanak, az nekünk növeli a mozgásterünket.